szép jó napot kívánok mindenkinek, bár kezd borulni az idő, meg ilyen szürke, nyálkás, undorító, retkes, gethes, na igen, pont ilyen időnk van, amit most Knobber is benyomott, igen, ilyen, hát nem fink, hanem ilyen szar, tehát délelőtt még mondjuk sütött a nap, ha jól emlékszem, bezaváltam otthon anyáméknál, úgyhogy de gyorsan hazajöttem, csak azért, hogy nektek még ma, utoljára, idén, ebben az évben egy jó kis, és hát azért annyira nem is rövid streamet letoljak, mert egészen 6 óráig itt gameszkó lesz, de nyugi-nyugi, nem hatig lesz Settlers, ahogy a címben is írtam, mert nem, azt én sem írnám, úgyhogy nem lesz éjfelig Stremels, nem, mert ott nekem van családom, és szeretem a családomat, úgyhogy nyilván szüleimmel fogok lenni, de 6 óráig kitartok, és hát igazából a terv az, hogy a végén mindenképpen stumbleguyzoznék, mert szerintem azzal mondjuk tök jól le lehet zárni egy évet, meg az ilyen könnyed, vicces, néha azért rage-erős, de azért annyira mégsem, mint hogyha mondjuk chase-nék, vagy bármilyen más játékot játszanék. Úgyhogy évek a vízsli főző. Mondjuk azon, de nem mondom, tehát nyilván úgy működik a dolog, hogy oké, hogy egyedül vagyok, ezt alapvetően meg is tehetném, de pont azért, amiért egyedül vagyok, azt is megtehetem, hogy ha már más programom nincsen, tehát nincsen mondjuk meghívásom különböző bulikba, vagy nincsen ugye csajom, stb., akivel együtt töltsem a... Jaj, bocsánat, szilvesztert. Így nyilván akkor azt is megtehetem, hogy szüleimmel töltöm, és hát remélem megbocsátjátok, de azért szüleim egy fokkal, egy hangyafasz nyilván azért fontosabbak, mint a streamelés. Hívtalak fészen ott az event? Milyen event? A kampónában lesz valami izé, fasság? De nem jön át, vagy átjön, de nem tudom, de mi? Mikor küldtétek? Küldté gifet, drunken fight simulator. Mindenféle fasságot küld, ezt nem tudom, hogy... Én nem tudom, melyikre gondolsz, hogy mire. Azért fog írni az új himnuszt, vagy mi ez? Ez más. Nem tudom, hogy mire, mit küldté. Na mindegy. Nem, a lényeg, hogy a családommal fogom tölteni. Úgyhogy szerintem ez így normális, akinek vannak, nem tudom, barátai vagy szeretői, akkor ugye azokkal tölti, akinek mondjuk nincsen, akkor az nyilván pedig megpróbálja a családjával, ha még ugye van család. És azt gondolom, hogy ameddig van, addig érdemes, ugye, most elkezdem a Messengeren is, ja, hogy Facebookon, ja, hát én nem látok itt semmilyen kópertől semmiféle izé. Lehet, hogy nálam le vannak tiltva ezek az ilyen esemény kérések, vagy megjelölések, vagy nem tudom, mi az Isten. Na. Ez nem rossz. Ja, bocsánat, közben nézem a... Jó, mindjárt nézem. A Ferencvárosnak a női kézilabda csapata közben leigazolt a két francia világbajnok, Laura Glozer, az egy jó kapus amúgy, 30 éves, de hát mondjuk eleve az nem öreg amúgy sem, de nyilván lehet, hogy a sport, aztán nem, mert ugye azt mondják, hogy a kézilabdában az már nem az igazi. Szerintem ő még itt a Fradiban jól fog teljesíteni, illetve valami Orlán Kanor, ő is jól néz ki, meg két orosz, Dimitrieva, Daria Dimitrieva, meg Valeria Maslova. Igazából mindegyik tök kis helyes, de a Glozer amúgy egy kis izé, tehát ő ilyen olyan szép arca van annak a francia kapusnak, ő nem baj, hogy jött. Tehát, hogy van a franciák, egy-két olyan játékos, akit nem bírunk, meg a férfiak nem, meg pláne, de például a Glozer az oké, ő jöhet, úgyhogy welcome on board. Na, ugye ez egy jó hír így év végére. Szóval a lényeg az, hogy Stumbleguyzzal fogjuk befejezni, aztán, hogy holnap lesz a stream, azt még egyelőre nem tudom, meglátjuk, hát ugye holnap, illetve ma éjszaka, ugye anyáméknál leszek szilveszter, ott alszom, aztán délelőtt még ugye ebédig ott leszek mindenképpen, lehet, hogy délután jövök vissza, és akkor lesz stream, lehet, hogy csak este felé, és akkor nem tudom még, bár mondjuk, hogyha este felé jövök, szerintem akkor is lesz egy pár óra valami. Szerintem akkor a Settlerst fogjuk holnap befejezni, mert igazából ma csak annyira lesz kb. Időnk itt ebben a hány óra van? 1:30, ugye az azt jelenti, hogy mondjuk 5-ig, akkor hát 3:30. Ugye Csaba nekem tegnap azt írta itt YouTube-on, vagy valamelyik nap, hogy ez a pálya, a 24. pálya, az minimum 8 óra. Ez minimum, azt írta, hogy 8 óra.
Hát higgyük el Csabának, mert igazából szerintem jól megsocolja azért így a dolgokat, bár lehet, hogy tudok meglepetést okozni, és itt új év előtt valamilyen hatalmas nagy taktikával itt azért 2 óra alatt lezárni ezt a pályát, a 24-et a 30-ból, de nem vagyok én sem annyira biztos benne, úgyhogy ma elkezdjük, egy 3,5 órát beleteszünk, utána 1 óra Stumble Guys, aztán mára vége, és boldog új évet. És aztán holnap igazából, hát nem holnap, hogyha még egy ilyen 3-4 órát rá tudok fordítani, mondjuk ilyen, nem tudom, este 6-kor már el tudom kezdeni, akkor az szerintem simán befejezhető holnap. Úgyhogy onnantól kezdve már csak 6 pálya lesz hátra a Settlersből. Én sem hiszem, hogy a végéhez érünk, és ez annál is inkább jó dolog, illetve örvendetes szerint, azon túl, hogy befejezem végre ezt a részt, hogy utána elkezdhetjük a másodikat, illetve elkezdtem a másodikat, ami szerintem ennél sokkal-sokkal jobb, letisztultabb, igaz, hogy még az is ilyen kis pixeles, meg 8-bites zene, meg ilyesmi, de az már nem ennyire fapados, mint ez. Tehát az sokkal jobb volt, legalábbis emlékeim szerint, de arra többen is azt mondták, és hát utána jön majd a 3, ami nekem az egyik személyes kedvencem, úgyhogy én azt várom amúgy a legjobban. De hát utána még lesz jó pár rész, úgyhogy nem fogunk Settlers-szel leállni. Még egy jó darabig, hát szerintem idén, tehát a jövő évben a Settlers az lehet, hogy az egész évet ki fogja tölteni. Na jó, talán az egészet nem, de mondjuk ilyen nyárig szerintem azzal el leszünk mindegyik részével. No, Lego 2K Drive az nem, de lehet, hogy holnap az is belefér, azt is fogom folytatni, úgyhogy nem fogom elfelejteni. Lehet, hogy az lesz a szerdai játék, és akkor... Most egyelőre így szerdánként nem lesz Csé meg Stumble Guys, vagy hát, hogyha belefér, akkor nyilván lesz, de az csak egy ilyen töltelék lesz. Na, szerintem folytassuk is, mert már betöltöttem itt a Fountain Fantázia névre hallgató pályát, ugye a 24. pálya. Igazából annyit láthatunk, hogy tulajdonképpen a kék vonalban vagyok picit elmaradva, nem is sokkal, zöldben sokkal jobb vagyok, illetve pirosban is. Én, ha jól emlékszem, akkor múltkor is ugye ez a király, meg ez a bohóc volt, ugye az udvari bolond, az enemy, de akkor talán nekik, hát én úgy emlékszem, hogy akkor, mint hogy nekik ércekből lett volna kevesebb. Most nem tudom, hogy a zöld, és nem merek rá megesküdni, de mint hogy nekem akkor is a zöld lett volna max, mármint a fullos. Tehát, bocsánat, tehát lehet, hogy a zöld az mondjuk az ásványanyagokat jelenti, a kék meg a piros az nem tudom, a kék azt szerintem, hogy a populációnak az aktivitása vagy terjedése, tehát mondjuk ők ilyen aktívabbak lesznek, eléggé rusta népségem lesz, és a piros szerintem az meg az agresszivitás, tehát hogy mennyire fognak támadni. Hát én nagyon remélem, hogy nem emlékszem múltkörére, de lehet, hogy ott a pirosak azok magasabban voltak mindkettőnél, és ugye láthattuk is, hogy eléggé gyakran kaptam támadást mindkét irányból, tehát két fronton kellett harcolni. Hát a röpke 6 vagy 7 óra alatt azért ezt letudtam, úgyhogy nem volt végül is probléma, de na, remélem, hogy a mai az gyorsabban fog menni. Úgyhogy kezdjük el a 24. pályáját a Settlersnek. Jobb. Már ott van egy hegység. Nagyon nagy. Vere, itt nem ez volt az a... Ne... Nem... De mit volt? Már ez most... Mi? Várjál már, most ezt... Quit. Yes. Jó. Hát nem tudom, várjál. De betöltöm, mert nem, ez a 23. pedig. Igen, ugye itt is volt, ott volt. Ja, igen, ez volt az, igen, jó. Akkor... Oké, akkor Fountain. Ja, ez az a tribut. Fountain. Jó. Így. Na, hát akkor elkezdjük. Akkor még egyszer elkezdjük. Nézzük, hogy merre terjeszkedjünk. Sőt, hogy biztosan fogok építeni, az... most van fa bőven. De, készülünk előre. Terjeszkedünk is, de gyorsan favágót meg ezért... Nem tudom, hol rakta le az enemiket. Nézzük meg ezért térképet. Hú, hát lila, a piros az nagyon közel van, úgyhogy akkor itt arra fogunk terjeszkedni. Gyors. Ja. Gyors. Oké. Okay. Mindegy, erre terjeszkedünk egy barakkal. Hát mindegy, minden irányba terjeszkedjünk. Igen. Szerintem ide rakjunk le egy... ide egy favágót.
Jaj, nézzük meg, hogy miből mennyi van. Opá, nem biztos, hogy van elegendő cucc. Jó, mindenben van kettő, hát egész jól állunk amúgy. Akkor itt lesz egy favágó. Itt lesz egy erdész. Itt meg egy szómill. Ja, ez így nem jó. Már, baszki! Pics. Jó, ezt akkor addig lebontjuk. Nem, legyen már fánk az elején, meg sőt, itt ide rakok még egy azért favágót, és még egy szómilt. Favágó. Erdész. És ide meg jöhet az azért. Hát, az meg legyen itt. Hova? Ide rakjam? Várjál. Jó, akkor az legyen közelebb viszont. Így. Én azt mondom, hogy ide lerakhatunk egy... Hogy legyen? Nem. Én csak ezt akkor nem úgy akarom. És kő kell majd nekem, hát ez ott lesz éjszakra.
Na nézzük, hogy most jól taktikázunk-e. Most igazából azt csinálom, hát bentsünk egyet ide a egyesre, hogy most gyorsan építek egy favágót, illetve egy-egy favágót, egy-egy erdésszel, meg egy-egy szómillel, hogy amíg még most ugye van fám, tehát ugye van 40, most már nem 40, mit tudom, 23 darab fa, de hogy nem nullázom így le magam, hanem folyamatosan lesz mindig valamennyi puffer, ugye talán olyan nagy ütemben nem fogok tudni építkezni, vagy nem kell majd építkeznem, hogy na igen, az most közben beköltözött, ez nagyon jó. Meg ő is beköltözött, ez is kurva jó. Megyünk tovább. Igen. Hát azt mondom, kezdjünk is el keresni ezért érceket. Ugye ide épül a következő barak. Ide meg ugye építem már a vasfeldolgozót, meg a, mert ugye vasam is van valamennyi, van 12, 8, 4, ja. Gyorsan állítsuk be. Jaj, mi az? Szerintem azt, hogy elfoglaltam a buildingeket. Nagyon nagy. Területre el kéne menni. El is megyünk. El kell foglalni ugye itt a hegyet, úgyhogy ezzel nem szórakázunk. Arra izére. Hát, azt ott befoglaljuk, rámegyünk a... Építünk egy horgászt is. Tehát mire igazából építjük a bányákat, meg mindent, addigra már lesz egy csomó kajám, és egyből tudom majd vinni ezért, tudom vinni a bányába itt a finomságot. Jó. Van egy kis szén is, az jó lesz majd. Ja, nézzük meg elcsöket az embereknek a mennyiségét. Hát legyen medium, weak, weak. Ez most még itt nem kell, ezt vihetitek mindent mindenhova. Hogy állunk izével? Hát három csákányunk van, úgyhogy mindegy, de toolsmith-t építünk. Ugye az nem épül.
Hát, ez itt... ez jó lesz. Tools mist, hol rakjam? Tegyük le ide. Azt igen talált, mondjuk jöhetett volna egy kicsit délebre, minden majd itt még keresünk. Jó, ő már talált, bazzik, talált már vasat is, meg ízés, szenet. Az nem mennyire jó hír. Ő meg aranyat is talált. Jó, egyelőre nem terjeszkedik annyira, tehát mondjuk ez jó, és az is nagyon jó, hogy teregény messz szomszédságában vannak. Talán egymással most el lesznek foglalva. Oké. Okay. Hát menni kell tovább. Kéne itt rámenni. Egyrészt megszerezném a köves területet, meg akkor itt a hegyek fölött a kontrollt. Még hogyha mondjuk ide mennék, ugye itt igazából nagyon hegy nincsen, meg annyira sok... Hát mondjuk ott van az arany. Érezkedni kell arra is. Na, mit találtál? Szenet! Yes. Nem sok, de... Nem keresgél tovább. Kevés szín, de igazából ez nem annyira sok. Lehetne egy kicsit több is. Na, itt mondjuk, na igen. Hát itt talál többet, de ugye itt a hóba nem tudok menni. Ezért végül nem építek. Ja, nem, ez még nem jó. Toolsmith majd valamikor az is kell, csak ugye most kövem nem lesz. Úgyhogy...
Az évet törzsejeden. Jaj, hogy kiraktad a izé Facebookodra, valamit láttam, hogy valami hely lecsekkol, vagy nem tudom, ja, jó, most már rémlik, de mit fogsz csinálni, izé? Téged meg simogatni majd, te leszel az ilyen, izé? A sztár vendég. Az jó vicc. Most ugye az van, hogy van még 11 darab, 12 darab fám, tehát elvileg, uha, 5 izé, necces. Mondjuk elvileg a kőfejtőhöz talán nem kell, ugye nézzük meg. Hát csak nem kell ezek kő. Elvileg nem, mert az csak egy faház. Fám az meg igazából van, úgyhogy nem leszünk itt gondban. Már akkor kéne belepörgetünk az idővel, ja, tényleg ugye múltkor bugos volt. Jó, legalább azt elfoglaltam, és mondjuk ez arra jó, hogy nem tud majd engem csesztetni az ő. Vagy hát legalábbis ebből az irányból nem fog tudni.
A katonákkal hogy állunk? Van egy-egy katonám. Jó, felvallom, hogy jól állunk, mert 12 van, tehát nem sikerült... tehát nem építek most igazából annyi mindent, hogy lenullázzam fából, tehát nem kell folyamatosan várni a fára, ugye ez... Az utóbbi körökben ez kb. Mindig probléma volt, hogy tök gyorsan terjeszkedtem, oké, tehát megvoltak a területek, találtam érceket, le tudtam szűkíteni az eneminek a területét, csak utána megakadtam, mert ugye várni kellett nagyon sokáig, egy fél órán keresztül arra, hogy utol tudjam magam érni fával, ami ugye nem volt annyira egyszerű, mert hát ugye nem vágja olyan gyorsan a fát, aztán még el kell mindig feldolgozni, aztán még beviszi, és akkor az egy darab léc, és hogyha mondjuk építek kettő darab épületet, amihez kell öt darab fa, akkor az így képzeltétek, hogy az így milyen lassan megy. De most legalább így van lehetőségem arra, sőt, itt körbe is fogom itt keríteni. De most ha tényleg egy izé kéne, az még egy kőfejtő. Hoj. Na, akkor oda kéne, hogy vigyék még a... Szóval van kettő darab kő. Most nem tudom, egyre úgy néz ki, nem nagyon visznek semmit. Visznek? Nem. Adjuk inkább, és inkább ideépítünk egyet. Ez stratégiailag amúgy fontosabb. És egy kőfejtőt ide rakunk majd.
Vagy pró... Yes, van aranyunk! Nagyon jó! És egész sok. Viszik a fát, úgyhogy ha minden igaz, akkor csak fa kell ez a kőfejtőhöz, és talán ezt a két követ ki tudja fejteni. Lesz annyi kövem, hogy hát ugye foglalja területet? Hát ezt lehet foglalni. Ja. Pú, az meg necces. Még rájöttem arra, hogy úgy lehet lelassítani az időt, illetve pörgetni, meg megállítani, vagy lassítani, hogy meg kell nyomni a izét, a post, és akkor helyre rakja őt. Nem tudom, hogy mi történt. Két map óta, ez ilyen bug, vagy nem, fingom nincs. Neutralizálva. Jó, gondolom az azt jelenti, hogy akkor lesz izém. Lesz, hogy hívják? Lesz kövem. Várjuk, amíg... erre kéne terjeszkedni. Thank you.
Jó, az a kiterjeszkedtem legalább. Mindig terjeszkedjünk még. Ezt ki tudja itt faragni magának, és lesz annyi kövem, hogy, hogy építek majd új izét. Illetve lebontom, és jó, ide meg építünk még akkor most halászkunyhót. Van pecásom, az nagyon jó, az kell. Baj. Pirosnak van már izé, van kettő vasbánya, három szén. És a minél jobban lila megépíti az izét, az aranybányát. Lilára rá tudok menni? Hát rá tudnék. Mondjuk az közel lenne. Jaj, bocsánat. Messze van. Hát mondjuk ez talán még mindig közelebb van, hogyha mondjuk innen jönnék. Rámegyek a lilára. Hú. Kurva nagy a térkép, ez a baj. Nem mindegy, tehát ahhoz képest, hogy 46 percre megy a izé a dolog, szerintem tök jól állunk. Most félve megnézem, hogy a statisztikák hogyan. Hát igazából a hadseregben se annyira vézes, nem fogok annyira lemaradni, mert találtam én is most már aranyat, elkezdem azt is feldolgozni. Itt épül még az aranybánya, meg ugye a szénbánya is. Viszont ugye tényleg a toolsmith az kéne, bazzeg. Csákányom nem lesz. De van még kettő csákány. Előbb hagyjuk, akkor ezt a két sárkányt akkor vigye oda. Jó. Az biztos. Thank you.
az emberünk beköltözött, az szerencsés. Közben elkészült a izé? Ha nem készül az alanymánya, nagyon nagy. Jó, akkor legalább most már tudjuk. Az úgy fog időben elkészülni, úgyhogy... Mentünk egyet. És látjátok, tök jó, hogy a legelején megépítettem a két erdész, két favágóval, meg a izével, a egy-egy szómillel, mert most folyamatosan az eleje óta van már egy csomó épületem. Igaz, hogy nem terjeszkedtem most olyan ütemben, mint ugye a korábbi pályákon, de van egy csomó épületem, van már két vasbányám, két szénbányám, egy aranybányám is, minden kiszolgáló épület úgy van, tehát hogy az aranyfeldolgozó, most már van vasfeldolgozó, kovács, stb. Már van malmom, meg rengeteg izét, látjátok, hogy Jézusom hogy beültet mindent izével, búzával. Katonákkal is amúgy tök jól állok, úgyhogy minden fasza. És akkor most már szerintem csináljuk azt, hogy menjen minden egyébként. Csak kaptam szívecskéket YouTube-on, meg röhögős jelet, hello. Nem tudom, ki vagy, de üdv. Azt mondja, hogy jó, nagyon nagy. Rámegyünk a lilára onnan délről, nem hagyjuk őt békén. És rámegyünk, nagyon nagy. Hát még itt nem sok erő össze fog érni. Jó, oda is megy a katonám. Na, terjeszkedünk. Megnézzük a izét, azért egész nagy terület. A piros az teljesen be van kerítve. A piros az mondjuk tök jó, a lilával lesznek problémák. Ez így mondjuk kurva jó, hogy már nagyon jó, hogy a... És ugye ő erre itt nem tud terjeszkedni, illetve még itt tud. Várj, hol a piros? Nem, tehát itt ő már nem tud jönni. Ugye a lilától már innen nem, te kész, a pirosnak annyi. Tehát nekem igazából itt a lilával kell most majd foglalkoznom. A piros ellet intézze magától. Úgyhogy nekem a lilára most az lesz a dolgom, hogy rámegyek majd, és hát megnézzük, akkor szerintem a lilának lesz a hadserege amúgy jobb. Nem, a lilával vagyok amúgy egy szinten hadseregben, úgyhogy még amúgy az is tök jó. Úgyhogy szerintem azt csináljuk, hogy rá fogok innen délről nyomulni. A lilát nem engedjük itt tovább terjeszkedni, tehát hát valahogy ezt körbe kéne. Ja, tehát körbe nem, de lehet, hogy körbe tudom. Meglátjuk. Meglátjuk majd. Szerintem ez nem lesz rossz. Most én azt érzem, hogy ez nem lesz 8 óra, ugye ez nem mondta Csaba, hogy 8 óra, aztán lehet, hogy tényleg 8 óra lesz. Én úgy érzem, hogy no, a lila most amúgy jól áll, mert van neki mindene. De például itt van a pirosnak annyi, tehát és szerintem lehet, hogy nem is nekem kell majd megtámadnom, hanem majd megtámadja a lila. Bár nem tudom, hogy mennyire intelligens. Hát viszont igen, Lizának itt azért van bőven mit aprítania. Az a baj. Jaj, nem. Kérdés, hogy ez mennyi... Na mindegy, oda rakunk egyet, hát ha azt ott elfogadja. Próbálj meg itt ércet keresni, szerintem.
márkányom nincsen, úgyhogy akkor vigyünk... Építsünk, miért csináljunk csákányt. Igen, és akkor hát vasat vigyetek a izé, meg fát is. Látjátok, fával tök jól állunk, most már a kő is kezd egy kicsit gyarapodni. Tehát van tartalékkövem is most már. Mindenen jól állunk amúgy, alapvetően. És most már gyártam a fegyvereket. A katonákat is. Hozzunk. Ugye azt hiszem, igen, nem tudom, hogy a kék volt nekem alacsonyabb. A kék azt hiszem, hogy a populációnak a... tehát milyen gyorsan gyarapodik a népességem. És ugye azért vettem le itt a... Az nagyon nagy volt. Kellett is ide. Hát és... Ide nem tudok izétni. Nem, azt nem engedem, hogy közel van a barak. Még oda egy izét tudok lerakni. Jó, ott van aranyunk. Király! Oh, találtam követ! Az is kell. Arany meg szén. Az kell majd. Remélem, hogy itt lesz még egy kis arany, meg itt egy szénbánya. Ide... Nem tudok. Ne! Ne basz! Ne! Nem tudok a szénbányát. Na mindegy, majd ott még kopások is. Itt remélem, hogy lesz még egy kis arany, itt meg egy szén, akkor ide megint fogunk tenni egy izért, egy ilyen aranyfeldolgozót. És akkor arany érem, mert az bőven el leszünk látva. Arany! Nagyon nagy. Kell összesen, meg mindenből egy igazából. Thank you.
Jó, megyünk rá, nagyon nagy. Sem nagyon... Jó, van... Fű, az meg van. Kettő aranybánya. Három aranybánya. Picsába. És mennyire indult meg? Ó, hogy a pirosnak a jobb a... Ezt, hogy ezt nem értem. Tehát a pirosnak hogy jobb a hadsereg, amikor neki nincs semmije konkrétan? Tehát, hogy tényleg nulla. Be van szorítva. Na mindegy. Jó, hát több katonája van mondjuk, de hogy mennyire erősek, azt lehet, hogy ez nem... Ez az ábra, ez nem... nem mutatja, vagy nem tükrözi. Na mindegy.
mondjuk lehet, hogy körbe tudnám zárni, hogyha elfoglalnám ezt a várát, meg e. Hát ott négyen vannak, vagy hárman-hárman vannak. Jézusom! Hogy már ő is bányásza a követ kurva életben. Amit talán most ezt vissza tudom foglalni, ezt a kis részt. Lassan építkeznek. Thank you.
Merre kéne? Hát most egyelőre a terjeszkedést szerintem, és ebbe az irányba mehetnék még. Lila ott nem tud jönni, de arról tud menni. Ó, bassza meg.